emlékmenetet szervezett a KMKSZ a 75 évvel ezelőtt sztálini lágerekbe elhurcolt magyar és német férfiak emlékére. A részletekről Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét kérdezem. Elnök úr, mit kell tudnunk erről az emlékmenetről? Ez az év 2019, az évfordulók éve Kárpátalján, hiszen 100 évvel ezelőtt csatolták el Kárpátalját, és a szerzőnél részt szerződés értelme került Csehszlovákiához. 75 évvel ezelőtt foglalta el a vidéket a Szovjetunió, és hurcolták el a kárpátai magyar és német férfiakat. Ez a kárpátai magyarságnak és németségnek a legnagyobb tragédiája, hiszen több tízezer ember esett áldozatul ennek az eseménynek. 30 éve jött létre a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség, és az egyik legfontosabb feladatának már akkor a Szovjetunió idején a elhurcoltak emlékének a megőrzését és a rehabilitációját tűzte zászlajára. Magunk részéről ennek érdekében mindent megtettünk, hiszen minden községben és városban van emlékműve az elhurcoltaknak, és létrejött a Szolvány Emlékpark is, és többedik alkalommal minden 5 évben rendeztünk egy ilyen emlékmenetet, ahol bejárjuk a Munkácstól a szolvai láger helyéig ezt az útvonalat. Sajnálatos az, hogy az ukrán állam máig nem rehabilitálta az áldozatokat, bár ezt többen megígérték. Mi továbbra is meg akarjuk őrizni ennek a tragédiának az emlékét és az áldozatoknak az emlékét, és ugyanakkor továbbra is követeljük azt, hogy az ukrán állam rehabilitálja őket. Hány emberről van szó, hányan jöttek el? Több mint 500-an vagyunk ezen az emlékmeneten. Örvendetes az, hogy öregek, fiatalok eljöttek, és ezt a nem könnyű feladatot teljesítsék annak érdekében, hogy emlékezzünk áldozatainkra, és fenntartsuk azokat a követeléseket, amelyek arra irányulnak, ezeket rehabilitálni kell. Más nemzetiségűek csatlakoztak el a menethez? Vannak más nemzetiségűek, és a németségnek a száma ugye lecsökkent az elmúlt időszakban, de vannak németek, ukránok, ruszinok is közöttünk, de legtöbben természetesen magyarok, minden községből, amely érintett város érdekel, vannak emberek, akik viszik a saját községüknek a tábláját, és azt, hogy hányat kurcoltak el onnan. Manapság ugyan nincs láger, de a magyar kisebbséget nyelvi gettóba szeretnék szorítani. Hogy áll a nyelvkérdés és az oktatási kérdés ugye jelen pillanatban? Nagyon sajnálatos, hogy mindenfajta tanulság ellenére a történelem újra ismétli magát, hiszen 1944-ben a kárpátai magyarságot szégyenpadra ültették, őt hibáztatva azokkal az eseményekkel, amik történtek a II. Világháború idején. És most is úgy látjuk, hogy minden ígéret ellenére folyik Ukrajnában a magyar ellenes propaganda és rágalom hadjárat, illetve nem történnek változások annak érdekében, hogy azok a törvények, amelyek felkívánják számolni valamennyi jogunkat a nyelv oktatás területén megváltozzanak. Kárpátai magyarság azt hiszem ezzel is demonstrálja, hogy továbbra is kiáll múltja és jövője mellett. Nem továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy jogainkat megőrizzük, és a kárpáti magyarság szabadon tudjon fejlődni szülőföldjén. Brenzovics Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség tehát emlékmenetet szervezett a 75 évvel ezelőtt sztálini lágerekbe elhurcolt magyar és német férfiak emlékére, mely menet egyébként Munkácstól Szolyváig tart.